Miért tartott fontosnak ezt a fesztivált? Mik azok az értékek, amikre szerinted felhívja a közönség figyelmét? Bár úgy tűnik a elnevezésben, hogy Ars Sacra, tehát hogy valóban szakrális tartalom itt a fő szempont, de szerintem nem így van, hanem az a fő szempont, hogy alkotóilag, művészileg, színvonalasan olyan filmeket díjazzunk, vagy vetítsünk, amelyek nagyon komoly emberi értékeket, vagy az kicsit magasztosabban fogalmazva az életnek az értelmét mutatják, kicsibe vagy nagyban. Mi a véleményed az idei versenyprogramról? Mutasd be pár mondatban az idei mezőnyt. Sok film ismét egyértelműen a hitbeli kérdéseket boncolgat, vagy akár egyházi kérdéseket boncolgat. Tehát vannak, akik nagyon konkrétan fogták meg a szakralitás hívószavát, és vannak olyanok, ahol sokkal tágabban kell értelmezni a szakrális fogalmát, akár csak egy nagyon pici kis portré, vagy egy olyan emberi történet, ahol egy nagyon komoly hit, vagy legalábbis egy Isten közeli viszony rejtőzik valahol a mélyben, de nem tálcán kínálja a szakralitás fogalmát. Tehát nagyon vegyes ilyen értelemben a válogatás. Van-e olyan alkotás, amit kiemelnél a mezőnyből, ami neked valamiért fontos, kiemelkedő, és miért? Sok személyes kedvencem van egyébként, kategóriánként is. Az külön öröm volt, hogy elég vegyes volt tartalmilag egyébként, olyan értelemben is a program. Voltak zenés anyagok, voltak olyanok, amik portrék, voltak egészen elmélyült történelmi dokumentumfilmek archívanyagokkal, voltak egyszerű riportfilmek. Nyilván én, mint alkotó, tehát mint filmrendező, jobban tudok azonosulni azokkal a történetekkel, ahol nem riporthelyzetekben, hanem akár szituációkban, vagy akár fikciós, bár dokumentumfilm, de mégis fikciós módon, vagy animációval kiegészítve mesélnek el egy-egy történetet.